Az egyetlen, amire a gonosznak szüksége van, hogy győzelmet arasson, az az, ha a jók nem tesznek semmit ellene. Hitler. A gonosz születése. Első rész. Hitler szerepében Robert Carlyle, Kerekes József. A Parzival. A német eszmény. Az erő, az akarat és a tisztaság egyesülése. Ausztria, Linz, 1899. A fiam, Adolf, nyugdíj előtt ez az én asztalom volt. Ezért kell neked, fiam, helytállnod az iskolában. Ostoba vén szamár. Minden korabeli fiú ilyeneket művel. Átkot hozott a fejemre, hogy az unokahúgomat vettem el. Ne mondjon ilyet, bácsikám. Végül minden a tiéd lesz. Festőművész leszel. Igazi művész. Ami csak akarsz lenni, édes kis lángelmém. Te csibész! Megint tönkretetted a kaptárat! Bácsikám, tudja, mire gondoltam? Szerintem vegyük ki az iskolából. Olyan tehetségesen rajzol. Nincs szüksége tudományokra és matematikára. Bácsikám! Mi van magával? Jézusom! Adi! Adi, gyere gyorsan! Segíts apádnak! Bácsikám! Elmegyek Bécsbe, anyám. Hová? Operákat akarok nézni. Nagyszerű operákat. A képzőművészeti iskolában akarok tanulni. Nagyon messze van. A végén eltévedsz. Te is tudod, hogy a zsidók és a cigányok miféle emberek. Nem vagyok gyerek, anyám! Anyád beteg. Nem éri meg a karácsonyt. Sajnos mellrákja van. Hazugság. Tudom, hogy nehéz. Bármit megtesz, hogy tönkre tegyen. Kezdhetik? Fél óra után összegyűjtöm a rajzokat. És holnap kifüggesztem az ajtóra a listát azok nevével, akik átmentek a vizsgát. Jól sikerült a vizsgát, fiam. Felvettek, fiam. Egy nap még nagyszerű festőművész leszek. Ebben biztos vagyok. Angela. Tudom, hogy csak féltestvérek vagytok. De nagyon kérlek, vigyázz rá. Mintha édes testvérek lennétek. Olyan érzékeny a lelke. Nem tudom, hogy bírja ki nélkülem. Jó van. Ámen. Tudom, hogy szenvedsz, de szedd össze magad. Nem te mondod meg, hogy mit érezzek. Te nem szeretted őt. Hiszen csak a mostohanyád volt. Te nem is tudsz szeretni. Egy kövér disznó vagy. Egy paraszt. Nem vagy semmire jó, csak arra, hogy hozzád hasonló szukákat szűj. Bécs, Ausztria, 1907. A magához hasonlóban nincs elég élet.
Próbálkozzon meg az építészettel, színpadi tervezéssel. Bocsásson meg, órám van. Sok szerencsét! Nincs bajom. Csak az örökségemre várok. A zsidók tehetnek mindenről. Ellepték az országot. Ellopják a kenyerünket. Kérdezd meg a polgármestert. A zsidók! A zsidók farkasok! Az emberi faj legvadabb vadállatai! Mindenről. Ellepték az országot. Ellopják a kenyerünket. Mi meg ide kerülünk. Németként éhezünk. Most mit nevetsz? Ne haragudj, azt hittem te zsidó vagy. Úgy nézel ki. Bécs, Ausztria, 1913. Gyerünk! Megkelni! 10 perc alatt tűnjetek el! Kedves nővérkém, nagyon jól megy a tanulás. Sokan felfigyeltek a képeimre. Nem sokára híres művész leszek. Alig várom a születésnapomat, amikor megkapom az örökségemet. Kérlek, hozd el nekem személyesen. A vasútállomáson várok rád, a nagy óra alatt. Adi, te vagy az? Angela? Istenem, mi történt? Azt írtad, jól vagy. Nincs szerencsém. Elhoztad? Előbb is szólhattál volna. Hazajöhettél volna. Köszön szépen Dolf bácsinak. Félénk kislány, de nagyon kedves. A zsidók. A zsidók az oka. Ővék a galéria is nem veszik a képeimet. A lengyelek évérért dolgoznak, nem marad munka. Ez rettenetes. Linzben viszont van elég munka. Ne gúnyolódj velem. Komolyan mondom. Tessék. Isten éltesse. Apánk keményen megdolgozott érte. Linz. Az a hely, amit messze elkerülök. Pedig itt nem maradhatsz. Persze, hogy nem. Nem sokára itt hagyom ezt az ócska helyet. Oda megyek, ahol az igazi németek élnek. München, Németország, 1914 májusa. München, 1914 augusztus 1-je. Az osztrák trónörökös meggyilkolása háborúhoz vezet! Jöjjenek közelebb! Hadd beszéljen! Anglia, Franciaország és Oroszország együtt indítanak háborút szövetségesünk Ausztria ellen! Ausztria mellé kell állnunk! Hozzunk érte áldozatot! Az életünk semmi! A hazánk a minden! Fogjunk össze, németek! Háború! 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 Háború!
Belgium, 1914. október 29-e. Gratulálok magának, Hitler honvéd. Egyedül ön élte túl a 600 katonából a támadást. Ezennel tizedessé léptetem elő magát. Köszönöm, uram. Isten hozta a háborúban. Kérek egy önkéntest, aki elvisz egy levelet. Igenis, őrmester! Földre hallja! Bukjon már le! Vigye el Gutmann hadnagynak a parancsnokságra, és várja meg a választ. Ravasz! Úgy látszik, a mennyasszonyodnak más a véleménye. Ülj le, ravasz! Ül! Átkozom! Megaláztál! Ezért most le fogsz ülni! Ülj! Hagyd abba! Mindenki meghalt. Az egész század. Az egész század. Engem kivéve. A kutyám is meghalt. Az én kis kutyám. A bomba robbanás előtt kivezetett a szabad ég alá, mintha előre tudta volna. Valami kedves volt. Szeretetre méltó. Aztán egy perc alatt eltűnt. Nem tűnt el. Benne van a levesben. Ne haragudj. Rálősz! Ráirányítod a lábujjadra, és bum! Mehetsz haza! Minden lábujjért, amit lelősz, 10 ember meghal, mert te nem véded meg őket! Elvesztjük a csatákat! Átadjuk a területeket! Területeket, amiket vérrel és áldozattal szereztünk meg! Amiért a testvéreink meghaltak! Ti meg inkárcát vagytok! Hagyja abba, tizedes! Ennyivel tartoztok nekik! Tizedes, felszólítom, hogy fejezze be! Most már tud járni! Visszaküldöm magát, holnap reggel távozik innen! Igen! Pacifisták. Marxisták. Szocialisták. Zsidók. Most kommunistáknak hívják magukat. Mindenhol ott vannak. Kivéve itt, a fronton. Ki miatt vagy ilyen dühös? Mondd csak. Ismersz te zsidó katonákat? Nézd körül! Látsz egyet is? Én zsidó vagyok, Adi. Fogd be és egyél.
Belgium, 1918. július 28-a. Azonnali választ kérek! Nincs sok időnk. Veszélyes az út. Akinek sikerül, megérdemli a vaskeresztet. Igen, uram. Isten áldja! Mi a baj, tizedes? Semmi, uram! Teljesítettem a parancsot, uram! Megérdemlem a kitüntetést! Kockáztattam az életem! Ahogy itt mindenki, minden nap. Szavát adta, hadnagy úr! Higgy el, ha csak tőlem függne! Én hittem magának! Más csak kinevette volna. Mit akar ezzel mondani? Mindig kiálltam magukért. Ha valaki azt mondta, ne higgy a főnököknek! Én magára mutattam, uram! Vegyetek mély lélegzetet! Érezni a francia parfüm illatát! Párizs már közel van! Vigyázz! Uram! Jó estét, katonák! Közlöm magukkal, hogy holnap reggel csomagolunk és megyünk. A keleti frontra vezényeltek minket. Uram! 50 kilométerre vagyunk Párizstól. Erre visszavonulunk! Ez Hindenburg tábornok parancsa, tizedes! Megkapta a kitüntetést, adja át a hírt a fronton harcolóknak. Igenis! Így nem nyerjük meg a háborút! Mustárgáz! Maszkokat fel! Mustárgáz! Pészvol katonai kórház, 1918. november 10-e. Annyi az egész, hogy a gáztól viszket a szem, és megdagad a szemhéj. Ha levesszük a kötést, ugyanolyan jól lát, mint régen. Mennyi idő még, hogy visszamenjek a frontra? Arra ne is gondoljon. Tervezze a jövőjét. Van felesége? Menyasszonya. Nekem nincs idő. Vissza kell mennem a frontra. Vissza kell mennem oda. Előre. Üzenet, doktor. Előre! Uraim! Kérem, figyeljenek rám! Nagyon fontos dolgot kell mondanom. Ma a hadsereg főparancsnoka beleegyezett abba, hogy letesszük a fegyvert. A háborúnak vége. Ne! A győztesek kegyelmére bízzuk magunkat. Hallgass! Hallgass! És imádkozunk, hogy nagy lelkűek legyenek. Még nincs vége. Csak most kezdődik. München, Németország, 1919. április. Szabad csapataival.
amiket Enström és mások irányítanak. 2 hét kommunista hatalom után visszafoglalták a várost. Mi lesz ezután? Fény derült a németek egyik titkára. A háború után leszerelt katonáknak fegyverük van, és hatalmuk a vidéki városokban. Herr Gerlich, még elkésik. Ne aggódjon, az ilyen alkalmak nem kezdődnek pontosan. A monarchia bukásával, és most a kommunista rezsimmel milyen új kormányzás vár ránk? A nemzeti büszkeség mély érzései bukkannak ismét fel. Nem. Bátran dobják a kommunisták, a szövetségesek, és mindenki képébe, hogy Németországnak nincs vége. Gyerünk, emberek, álljunk neki, kezdünk! Maga meg mit keresi? Bocsánat. Elnézést, bíró úr. Herr Gerlich. Jó nap az újságnak, rossz az esküvőnek. Köszönöm, hogy megvártál. Nélküled mégsem állhattunk neki. München kaszárnya, 1919. szeptember. A hadsereg feladata távol tartani őket. A katonai hírszerzés vezetőjeként az a feladatom, hogy a múlt év tavasza ne ismétlődjön meg. Úgy tudom, ön nyíltan hangoztatja nemzeti érzéseit. Hiszek Németországban. Helyes! Jelenleg 50 politikai csoport működik a városban. Besúgók segítségével találjuk meg a legveszélyesebbeket. Érdekli a dolog? A besúgás. Az egyik ilyen csoport a Német Munkáspárt, amit Anton Drexler vezet. Egy söröző hátsó termében tartják a gyűléseiket. Csak azért, hogy leigyák magukat. Látogassa meg őket, értesítsen a terveikről. Én nem iszom, uram. Akkor csak figyelje. Viszont az érdekeik egyenlők a rabszolgasággal. A Berlin központú gazdaság nem sokára összeomlik. Ezért aztán nem tehetünk mást, mint hogy kikiáltjuk Bajorország függetlenségét. Két sört kérek. Már is ülök. Bajorországnak feltétlenül el kell válni a Németországtól, és megalkotni a saját államát. Baromság. Természetesen mi itt teljesen más társadalomban élünk. A bajorok nagy többsége katolikus. A németek nem azok. Mint németek vagyunk. Ki ez? Mit mondod? A kultúrában talán vannak hasonlóságok, de azon kívül... Na és a Parsifal? És a Lohengrin? Fiatal ember, én itt a valóságról beszélek, nem tündérmesékről. Maga a német emberek tisztaságáról beszél. És az nem tündérmese. Ahogy már említettem, Berlin érdekel az... Tudjátok meg, hogy ki ez. Ez meg mi? A jelentésem a Német Munkáspártról, uram. Én csak pár mondatot kértem. Megkérdeztek, hogy be akarok-e lépni. Még nem adtam választ. Engem az érdekel, hogy veszélyesek-e. Olcsó frázisokat pufogtatnak, uram, de engem érdekel a politika. A nacionalista tervek között szerepel a zsidók eliminálása. Mi köze ennek a jelentéséhez? Csak leírtam a gondolataimat. Nem ért egyet? Nem keresztül vihető. Keresztül vihető, uram! Kiverjük az országból. Deportáljuk őket! Képzelj el nélkülük a világot. Tiszta lenne. Szent. Maga szerint vannak zsidók a hírszerzésben. Megvannak már a papírok, Máj? Meg, röm százados. Engedje meg, hogy bemutassam Hitler tizedest, uram. Egyik új ügynökünk. Megbocsátana nekünk, tizedes. Csoda bogár, igaz? Örömmel mutatom be önöknek mai vendégszónokunkat. Biztosan emlékeznek rá a legutóbbi gyűlésünkön tett megjegyzései miatt. A következő szónok tehát Herr Adolf Hitler. 1919. október 16-a. Amikor gyerek voltam, hallottam egy történetet. Hangosabban! Egy történetet a Szent Grálról.
amit csak azt találhat meg, akinek tiszta a szíve. Valóban, a tisztaságnak nálunk külön történelme van. De nehéz időket érünk. A hadsereg romokban áll, a gazdaság az összeomlás előtt. De nem a szegénység, vagy a gyengeség a mi gondunk, hanem a közöny. Hall engem valaki! Ez a legnagyobb baj mostanában, hogy senkit sem érdekel. Nem csoda, hogy a kihalás fenyeget minket. Kommunista hang, a büszkeség a mi fegyverünk. A büszkeség fegyver. 1920 március. De becsaphatnak minket, mert nagyon erősek. Erősebbek nálunk. Én nem a franciákról és nem az angolokról beszélek. A mi ellenségeink köztünk élnek. A szocialisták. A kommunisták. 1920. augusztus. Idegen megszállók, akik azért jönnek ide, hogy elpusztítsanak és elvegyék az életünket. A kommunista kormány 6 hónapja bukott el, és az új német demokrácia számos szélsőséges politikai párttal színesedett. Az egyik ilyen párt az egyre népszerűbb Német Munkáspárt, amelynek új neve a Nemzeti Szocialisták Pártja. És lelkes szónokuk Adolf Hitler. És ki közülük a legmocskosabb? Aki az idegen megszálló kártékony hatásáról beszél. Kik azok, akik felelősek az erkölcsi közönyért, ami eluralta a társadalmat? A zsidók! A zsidók! Igen! Akik németnek vallják magukat, de akik mindig és mindenhol feleslegesek, és mégis mindenhol ott vannak! Ellepték a kormányunkat! Ellopják a vagyonunkat! Elrabolják tőlük azt, ami jogosan a miénk! Én mondom, barátaim, ez itt már háború! Egy háború, ami kitörésre vár! És a megszállókból áldozatok lesznek! München 3 hónappal később. Frida! Herr Hamstengel, micsoda öröm látni magát. Ja, Istenem! Hát ő meg, ő a kicsi Egon. Az úr is pontosan ilyen csecsemő volt. Frida, bemutatom a feleségemet, Helénét. Amerikában nőtt fel, de ne aggódjon. Jó német családból származik, brémaiak. Üdvözlöm Önt, asszonyom. Bocsánat a rendetlenségét, reggelre kitakarítok. Frida, ne aggódjon, nagyon szép rendet tart. Nekem megfelel. Szeretnék kicsit átvenni? Nagyon szívesen. Milyen aranyos! Gyere! Hogy tetszik? Egyszerűen csodálatos. Pontosan ilyennek képzeltem. És ez még semmi. Rengeteg lehetőségünk lesz most. Németország lassan talpra áll, nekünk meg abból egy halom pénzünk lesz. Pénzről nem illik beszélni, drágám. Te országodnak is jobb lesz. Na, ez mit szólsz? Ne untass a terveiddel. Bízd rám az estélyeket, és kész. München 1920. november. Hofbrauhaus söröző. Üljenek le. Menjél előre.
Maga hol jött? Majdnem elkésett. Legközelebb a bejáraton jönjön, hogy lássák. A párthívek feltartottak. Látom, kevesen vannak. Ostobaság. Többen vannak, mint a múltban. Sajnos kommunisták is eljöttek. Ezért fogja vissza magát. A botrány miatt bekerülhetünk a lapokba. Miért? Nem az a célunk? Németországban eltörlik a hadkötelezettséget. Németország jóvátételt fizet a károkért, a szövetségesek áldozataiért és a tulajdonukért. A háború kitörésért pedig egyedül és kizárólag Németország felel. Íme néhány követelés a Versailles békéből. Ez lehetetlen, mondják maguk. Ezt nem bírjuk. Hát nem értik a lényeget. Azt akarják, hogy ne bírjuk. És kik akarják ezt? Csak is a vörösök! Ezek az őrültek, akik a kommunizmus nevű betegséget terjesztik az üres fejű álmodozók között! Mit te beszélsz? Egy módon lehet ellenük védekezni, fegyverrel! Csak így lehet megszabadulni az idiótáktól! Te vagy az idióta, mit gyarakjolsz itt össze? Marx zsidó volt! A kommunista pártot zsidók vezetik! Az a tervük, hogy elpusztítsák az országot! Hogy felhívítsák a vérünket, lemocskolják életünket! Takarodj! Erőtre eltörjék az árja fajta földszínéről! Fritz, már megint írsz. Nem, csak gondolkodom valamin. És min? Hogy mi történik? Münchenben, Bajor és Németországban. A három ellenfelem. Annyira izgalmas. Sophie, Németország a történelem válasz útjához érkezett. A császár nevelt fel minket. Megmondta, mit tegyünk, de végre egyedül gondolkodunk. A kommunisták bal oldalon, a szocdemek középen és a szabad csapatok együtt a jobb oldallal. Micsoda viták és vélemények. Téged ez nem aggaszt? Miért aggasztanám? A vitákból soha semmi jó nem származik. Mikor tanulják ezt meg a férfiak? És az asszonyok mikor tanulják meg, hogy a különleges időkben különleges módszerekre van szükség? Igen, háborúra, merényletekre. Jól van, jól van. Nem vitatkozom veled. De meglátod majd, hogy a viták eredménye nagyon különleges lesz. Magához hasonló emberekre lenne szükség. A pártunk. Gyűlöljük a kommunistát. Folyton a nyomukban van. Az, hogy beállunk-e a pártjába, az csak is magától függ. Gyere, kerülsetre! Mindig nagy tisztelője volt a uram. Az ön hírneve. A kitüntetése. Az én háborús kitüntetésem itt van. Büszkébb vagyok rá, mint bármilyen vas keresztre. Ha rólam beszél, Herr Hitler, minden emberemről beszél. Ezek itt mind katonák. Ezek a katonák több százezer emberrel együtt szolgálták a hazát. És amikor a hadsereg cserben hagyta az országot, ezek a fiúk verték le a kommunista forradalmat. Igen. Erre hirtelen a gazdagok, akik eddig támogattak, elfordulnak tőlünk. Hogy miért? Fogalmam sincs. De ha a katonái levertek egy forradalmat, ki is tudnak robbantani egyet. Mert úgy szeretik ezt az országot, ahogy maga megél. Igen. Az egyetlen kis gond az, hogy nincs munkájuk. Igen. Not so long ago we Germans thirsted after blood. We had half the world in trenches crawling through the mud. We were close to victory, how come we lost the war? Istenem, Ernst, te vagy az? Friedrich. Friedrich Hollander, te meg mit keresel itt?
Az enyém ez a kabaré. Én írom az elhangzó dalokat. Itt minden az enyém. Frédi, régi osztálytársal annak idején együtt boxoltunk. A vívóteremben. Ott is. Mondd, ki ez a gyönyörű? A jelenlegi boxpartnere vagyok, Helena Hamstein. Örülök, hogy megismerhetem. Friedrich Hollander. A hölgy a feleségem. Boys and girls, and now that we have seen the face of war, we're not the same men that we were before. Mindenki rossz kedvű, ami rossz a gazdaságnak, de jó a kabarén. A németek nem demokráciára vágynak, hanem zenére, nevetésre, egy vezetőre, aki megmondja, mit tegyenek, akit követhetnek. Ne mondd, hogy nacionalista lettél. Humorista vagyok, Ernst. Mindközül a legveszélyesebb politikus. Ha már humorról van szó, holnap meghallgatom Hitlert, nem jössz velem? Hitlert? Az antiszemitát? A nemzeti szocialista antiszemitát. Gúnyolódásból náciknak hívják őket. Lenyűgözőnek tartják. Nos, valóban nagyon elfogulatlan vagy. Ahhoz képest, hogy zsidó vagyok? Nem azt mondtam, hogy támogatom Hitlert. Új anyagot gyűjtök. Túléjük van! Ezt mondják nekünk! Ez alatt azt értik, hogy ők majd túléjük! Novemberben adtuk meg magunkat. Akkor, amikor már a győzelem határán álltunk, elárultak a saját hadseregünk gyávái és csalói! Hogy harcoljunk ellenük? Fogjunk össze! Össze kell fognunk ismét egy nagyszerű Németországért! Ki kell pofozni, és lehet vele kezdeni valamit. Nevetséges alak. Áldozatot hozunk. Harcolni fogunk. De csak így győzedelmeskedhetünk, és győzedelmeskedni is fogunk! Legyen Lohengrin a példaképünk, és Wagner csodálatos zenéje az ihletőnk! Akasszuk fel a gerészkedőket, söpörjük el a kommunistákat, tisztítsuk meg országunkat a zsidó férgektől! Érdekes. 5000 év alatt már igazán megszokhattam volna. Ernst? Ernst? Egy emberként! Köszönjük magunk! Köszönjük magunk! Bocsánat, Herr Hitler. Hallottam tegnap este a beszédét. Wagnert is említette. Mások mondták, hogy itt találom. Hogy mindig itt van. Herr Hitler, szeretném... Most ne! Csak játszom. Ismerek pár embert, akik szívesen meghallgatnák magát, de nem járnak sörözőkbe. A gazdagok? Találkoztam párral. Íróasztal politikusok.
Jobban érdekli őket a pénz, mint a saját hazájuk. Igen, de a pártja propaganda felelőseként tudnia kell, hogy a gazdagok hajlandók pénzt költeni azért, hogy megvédjék azt, akkor, ha valaki olyan szól nekik, akiben megbíznak. Itt jövök én a képbe. Herr Hitler, én népszerűvé tehetem magát. Népszerűbb lesz, mint Lenin. Ismerje el, a szín megragadja a figyelmet. Készítsen egy plakátot. Egy zászlót. Mindenütt legyen ott a fényképe. És nagybetűkkel a neve. Találjon ki magának egy különleges ismertetőjelet. Leninről mindenkinek a kopasz fej és a szakáll jut eszébe. Nem túl vonzó, de az ember megjegyzi. Politikáról. Itt viszont másról sincs szó. Persze van néhány dolog, amit nem említünk meg. Például Römöt és a szabad csapatait. A kommunistáknak vége, de még mindig pénzt akarnak. Tehát mit tehetnek? Ne beszéljen nekem a demokráciáról! A nép nem vezetheti saját magát. Amikor egy ember döntött el, mi történjen az országban, akkor rend volt, fegyelem. Most mindenki mindenbe beleszólhat, az eredmény káosz. Amerikában működik a rendszer. Ott államok vannak, amiket a washingtoni kormány és az elnök vezet. Itt meg van porosz állam, bajor állam és Berliné az irányítás. A rendszer alapvetően ugyanaz. Nem ugyanaz, és ezt te is tudod. A németek vezért akarnak. Egy olyan embert, akit mi irányítunk. Nem kell okosnak lennie, csak rugalmasnak. És aglegénynek. Hogy a nők is szavazzanak rá. Igaz, van Göring százados. Az az ember, akit ma meghívott ide Herr Habstengel, a munkásokat képviseli? Egy részüket, de főleg a középosztályt, ami jobban szolgálja a mi céljainkat. Azt hiszem, mindnyájan meggyőzőnek találják. Egy igazi csiszolatlan gyémánt. Felettébb csiszolatlan. Lehet, hogy igaza van. Megbocsát, Báron? Természetesen. Herr Hitler. Helene vagyok. Ernst felesége. Sokat beszélt már magáról. Fáradjon be. Már megbocsássanak. De a császár egy gyáva alak. Jobb nekünk nélküle. Nekünk egy bátor ember kell. Aki elég bátor ahhoz, hogy elkergesse a külföldi felbújtókat. Egy férfi, aki a puskákkal szemben is mosolyog, és ráijeszt a csőcselékre. És ez maga lenne, uram? Nem Göring százados. Nem én lennék. Én csak a nép hangja vagyok. Először is megszabadulunk a zsidóktól. Náluk van a pénzünk. Miattuk vesztettük el a háborút. Ők felelnek az ország gazdasági helyzetért. Uram, az én apám zsidó volt. És nálam nagyobb hazafit nem talál ennél az asztalnál. Apám miatt lettem az az ember, aki ma vagyok. Báró úr, biztos, hogy nem az ön édesapjára utalt, hanem a kommunista zsidókra. Ugye, Herr Hitler? Bocsásson meg nekünk, Frau Habstengel. Menjünk, drágám. Megintem.
Herr Hitler? Kérem. Fogadják el a bocsánat kérésemet, biztos, hogy nem tiszteletlenségből mondta. Rengeteg zsidó barátunk van Amerikában. Köszönöm. És soha... Ez az ember nem tesz mást, asszonyom, csak pattanásig feszíti a helyzetet az országban. Mindezt öncélúan, saját érdekét nézve. Isten bocsássa meg maguknak, hogy támogatják. Én is tudom, milyen érzés csalódni egy barátban. Ha becsapta önöket a származásával kapcsolatban, milyen egyéb bűnre képes még? Ön igazán tehetséges szónok, Herr Hitler. Azt hiszem, megtiszteltetés egy asztalnál ülni önnel. Elég tehetséges művészként kezdtem az életemet, Göring százados. Hoztam valamit, amit most megmutatok. Egyszerű. Ária. Mégis mit jelképez? A legyőzhetetlenséget. Hogy tetszik, Frau Hanstegl? Igazán lenyűgöző. Mondja, Herr Hitler, nem gondolt arra, hogy könyvet írjon? Gratulálok. Köszönöm. Báronő. Köszönöm. Az volt a fordulópont az életemben, amikor letéptem a szememről a kötést. Csak akkor győzhetünk, és győzni magunk. A zsidók tehetnek mindenről. Akasszuk fel a gerészkedőket. Felismerjük őket. Felismerjük őket. 1920. december, a náci párt első napilapja. Győzni magunk. Győzni magunk. Mi folyik itt? Herr Hitler! Arról... Ezek kicsodák? A barátaim, szóval? A német szocialista párt felajánlotta, hogy egyesítsük erőinket. Az elveink hasonlóak. És biztos, hogy a különbségeket is közelebb hozhatjuk egymáshoz és együtt. Mindkét párt erősebb lesz. De egy-két párttag nem ért ezzel egyet. Értem. Elmondjam a véleményemet? Persze, hogy ne? Önök mind állók. De Herr Hitler! Mi nem ismerjük a kompromisszumot! Ha a szocialisták kiléptek a pártból és beléptek hozzánk, akkor rendben van! De a mi elveink! És nem változtathatók meg! Megint nekem lett igaz a Drexler. A pártja egy unalmas, amatőr szervezet. Maga meg egy féltékeny barom. És ha már itt tartunk, ki írta ezt? Ne csináljon úgy, mint aki nem tudja. Az egyik párttársam veszélyes demagógnak tart engem. Azt tervezik, hogy tönkre tesznek. Jegyezze meg, nincs szükségem se magára, se a pártjára. Megalakítom a saját pártomat. Mit képzel? Mit képzel magáról ez az ember? Hogy gondolja ezt? Ez így nem mehet tovább. Elborult az egyet. Thank you.
Herr Hitler! Herr Hitler! Kérem! Igaza van. Ha nem akarja, nem állunk össze a szocialistákkal. Egy pára megkérdőjelezték a pénzügyi kapcsolatait. De ennyi az egész. Mi nem a burzsuák pártja vagyunk. Nem csoda, hogy meglepődtek. A pártvezetést. Hogyan? Azt akarom, hogy mondjon le, és nevezzen ki utódjának. Igen. Igen, természetesen. A bizottság egyhangulag egyetért. Aztán nyilvánosan is bejelentjük. Az imént fontos döntést hozott. Már nem érzem magam elég erősnek, hogy harcunk élére álljak. Ezért most tisztelettel jelentem be pártunk új vezetőjét és elnökét, új Führerünket, Adolf Hitlert! 1921. július 29-e. Még egy kicsit magasabbra. Így már jó lesz. Nagyon szép, csodálatos. Nem. Nem. Ez az. 1923. szeptember 26-a. Lenne a másik esetleg jobb? Bocsánat, Herr Hitler. Bajorország elnökétől, von Kártól hoztam üzenetet. Kér benne, hogy mondjam le a beszédeimet. Nem kér, parancsol. A kancellár kifizeti a jóvátételt és tiszteletben tartja a versailles-i békét. Ezért lehetségesek különféle zavargások. Karl szükségállapotot rendelt el és átvette az irányítást. Hozzáteszi, ha Hitler beszél, csak felkavarja a helyzetet. Felkavarja a helyzetet? Felkavarja! Járt mostanában piacon? Tudja, mennyibe kerül mostanában egy kiló kenyér? 500 000 márkába! 500 000 márkába! Egy hordós szekér nem elég nagy ahhoz, hogy eltoljuk benne a pénzt! És még én kavarnám fel a helyzetet? Mondja meg Kár biztosnak, hogy nem csendes időket élünk, hanem a forradalom idejét. Hát akkor megyek, mert most rajtam a sok. Tudom, hogy feldúlta a hír. Ez természetes. Von Kár meggondolatlanul cselekszik. De ne vegye személyes sértésnek. Mindketten ugyanazt akarjuk. Jelen pillanatban Von Kár úgy gondolja, nincs magára szüksége. Mutassa meg neki, hogy téved. Hogy a nép maga mögött áll.
Mutatok magának valamit. Egy cikk, amit egy Fritz Gerlich nevű újságíró írt. Csak jót ír magáról. Mindenki, aki számít, őt olvassa. Azon kívül ő írja von Kahr beszédeit. Látogassa meg. Ma reggel sütöttem, remélem ízlik. Ön igazán nagyon bátor ember, Herr Hitler. A vaskeresztet ki kell érdemelni. Köszönjük, drágám. Hallottam beszélni, Herr Hitler. Nagyon meggyőző. Tudja, mi sokban egyetértünk. Szükség van egy politikai vezetőre, egy hangra, aki irányít. Igen. Szükség van egy vezérre. Dobjuk ki a Versailles békeszerződést. Nem fizetjük ki a háborús jóvátételt. Jóvátétel. Ezzel egyetértek? Mit csinál? Semmit, csak sokat segít, ha jegyzetelek a riport alatt. Így, amikor meg... Ez nem egy riport! Mégis mit gondol? Kár egy ökör! Tudom, hogy a barátja. De rá kell jönnie, hogy nem én vagyok az ellensége. Ellen akar állni Berlinnek. Jól van, nem akadályozom meg. Inkább támogatom őt. Alapvető kérdésekben nem értenek egyet. Mindketten vezetni. Vezetni? Én nem akarok vezér lenni. Az a célunk, hogy Kár tartsa meg a helyét a kormányban, semmi más. Egy kis darab a tortából, mint ez itt. Tudja, hasznát vennénk egy magához hasonlónak. Esetleg talán írhatna nekünk. A Nemzeti Szocialista Párt nevében. Igen. Én nem írok propagandát. Ki beszél itt propagandáról? Én az igazságról beszélek. Nézzen körül! Bevándorlók, zsidók! Ellopnak mindent, amiért megharcoltunk. A német zsidók. Bármely párt, amely hatalomra kerül, garantál... Én a zsidókról beszélek magának! Ők nem németek, nincsenek jogaik! Maga állítólag nacionalista! Ezt tudnia kellene. Egy zsidóval ne kösd kompromisszumot! Ez egy őrült. Biztos, hogy elmebeteg. Lehet, hogy a tömegek előtt szikrázó szónok. De én beszéltem vele. Belenéztem a szemébe, és amit ott láttam, az megrémített. Szándékomban áll elhallgattatni őt. Bocsánat, hogy figyelmeztetem, von Kahr biztos. Vigyázzon azzal az emberrel. Ne féljen. Tudom, hogy bánjak Adolf Hitlerrel. A múlt hétvégén 40 politikai gyilkosság történt. Vörösök vertek szabad csapatosokat, és viszont. Von Lasso tábornok és Zeisser ezredes ugyanúgy aggódnak, ahogyan én is. Ha a pártom helyet kapna a kormányában, akkor kevésbé erőszakos módon fejeznénk ki magunkat. Pontosan erről szeretnék beszélni magával. Néhány héten belül Lasso tábornok és Zeisser ezredes bevonulnak Berlinbe. Puccsal próbálják átvenni a nemzeti kormány vezetését. Szeretne részt venni ebben a puccsban? Természetesen. Akkor ezentúl maradjon csendben. Beszélhet, és menjen minden ugyanúgy, ahogy máskor is. Ugyanakkor egyet meg kell ígérnie. Hogyha részt akar venni a leendő kormányunkban,
be kell szüntetnie az erőszakot. Berlin nem sejthet a terveinkről semmit. Teljességgel támogatom önt. Hallgattassa el az embereit. Nem tehet. Dehogy nem tehet. Maga a vezérük. Hallgatnak magára. Én fizetem őket. Itt most egyáltalán nem a pénzről van szó, hanem az elvekről. Ha látunk egy vöröst a közelünkben, kitör a verekedés. Nézze! Nem érdekel, hogy oldja meg. De maradjanak nyugton. Nem hallgat rám. Más megoldást kell találnunk. És valaki mást. Legyen szűkebb. És hogy szolgál a papa egészsége? Remekül, Ludendorff tábornok. Üdvözletét küldi. Ez kicsoda? Bemutatom önnek Herr Hitlert. Szerintem már találkoztak. Göring százados egyik összejövetelén. Igen. Na és mit tehetek önért? Így már túl szűk, engedje ki. Kegyelmes uram, ön valóban, nos, hősies vezére a nacionalista jobboldalnak, míg én a szónoka vagyok. Engedje ki, nem kapok szeretném megtudni, hogy esetleg megbeszélhetnénk-e azt a tervet, amivel biztosan elnyerhetnénk kegyelmességet, támogatását. A támogatásom? Ugyan mire? Egy hatalomátvételi kísérletre. Von Kár Bajor biztos bölcs döntéssel csatlakozott a nemzeti szocialisták berlini meneteléséhez. Nos, kitűnő ötlet. Azok a marhák a Reichstagban nem értenek a szóból, szóval rúgjuk ki őket. Olyan németekre van szükség az ország élén, mint Bismarck. Jól ismerem őt. Istenem, micsoda ember. Tehát, miről van szó? És biztos, hogy keresztül vihető? Belőlem nem csinálhat bolondot. Kegyelmes uram, biztosak vagyunk a sikerünkben. Egyébként beszédet tartok jövő héten a Krónéban, és megtisztelne, ha meghallgatna. 1923. november, München, Circus Krone. Hosszú éveken át, barátaim, fogolyként éltem. Bekötött szemben. Minden irányból ütöttek, vertek. Mit védkeztem, hogy ezt érdemeltem? Hiszen azt sem tudtam, hogy ki az ellenségem. Egy ártatlan áldozat. A kapsiság, a gyűlölet és árulás áldozata. Néhány év után mind így szenvedünk. De Németország még nálunk is jobban. Pedig nincs okunk a sötétségben élni. Akkor fordult nagyok az életem, amikor letértem a szememről a kötést. És megláttam az ellenségemet, az ellenségünket, a zsidók! Felismertük őt! Mi felismertük őt! Nem mehetnek ki, nem szabad. A saját szemünkkel látjuk, hogy az ő kapzsisága miatt szakadt meg nagyszerű országunk szíve! Tapassuk el ezt a fényet! Tüntessük el a pesti zsest hazánkban! Ami ma este elhangzott, azt nem sokára mindenki elfelejti, de amit teszünk, velünk élmény több ezer élel át! Losszó azt üzeni, hogy még két hetet várnunk kell a kísérlettel. Zeisser Berlinben járt. Egy fontos megbeszélésen vett részt. Kár nem áll szóba velem. De két nap múlva leül tárgyalni minden jobboldali párt képviselőjével egy sörözőben. Mindegyikkel persze magát kivéve. Kár ravaszabb magánál. Hajlandó a vetély társaival koalícióra lépni és új kormányt alakítani maga nélkül. Azért áll szóba magával, hogy fenntartsa a nyugalmat. Akkor nélkülük támadunk. Lecsapunk Münchenre, bevonulunk Berlinbe. Az emberek velünk vannak.
Hallgassák őket! Uraim, eljött a mi időnk! Találkozom Kárral. Röhm itt vár az ember. 1923. november 8-a. Hofbrauhaus söröző. És támadunk. Ha a helyzet biztonságossá vált, felhívom Röhmöt itt a sörözőben. Az embereim fele elvágja a zsinórokat a központban. A többiek biztosítják a katonai laktanyát. Semmilyen hír nem hagyhatja el Münchent, csak ha engedélyt adok rá. Uraim! Tudom, hogy sokan elmondták már. És hallották ezerszer. De a ma estének mégis nagy jelentősége van. Legyen velünk Németország népe és az Úristen! Testvérek vagyunk. Mi ketten történelmet írunk. Nem aludtam az éjjel, a beszéden járt a fejem. Hitler egyre népszerűbb, ha a nép nem tudja meg az... Ne aggódjon, megtudja. Ma este egyesítjük a többi pártot, és Adolf Hitlernek vége. Burger Braukeller söröző aznap este. I crack my whip, the king of all the jungle starts to purr like he's my ticket. But smell the stench, can't escape the jungle. And though at peace, the animals still roar. Those darling beasts, they long to slay each other. Only my whip keeps them from going to war. They groan a tap. Uraim, a történelem a káosz szélére sodort bennünket. Elérkezett a választás ideje. Peace, beasts act like men. They both need training now and then. Vagy pedig bátorsággal és hittel átugrunk. What's coming? Burger Braukeller söröző este 8:30. Az épületet bekerítettük! Senki nem távozhat! Ha ellenállnak, lövünk! Befelé! Befelé! Nyugalom! Maradjanak a helyükön! Hívják Ludendorffot. Bocsánat a meglepő belépőért, de a ravasság magához is közel áll, igaz? Megalakítom az ideiglenes kormányt. Én vezetem a rendőrséget, Ludendorff tábornak pedig a hadsereget. Posztot ajánlok mindannyiuknak. Táborossanak. Jól kitervelte a dolgot. De hol van Ludendorff tábornok? Ha valóban támogatja, ahogyan azt maga állítja, akkor miért nincs itt? Szóval a kisember puccsot hajt végre. Egy pillanat. Írod késik. Maradjanak a helyükön! Éjjel 2 óra 12 perc. Biztos, hogy ide jön? Hozza be! Csendje! Maradjanak nyugton! Hallgassanak!
Éjjel 3 óra 19 perc. Megjött! A vezetőitek velünk vannak! Csatlakoztok hozzájuk! Ti is támogattok minket! A német forradalom mai éjjel kezdetét veszi! Igen? Helyes. Gyerünk, gyerünk, mozgás, mozgás, gyerünk! Álljon meg! Indíts! Gyerünk, gyerünk! Egy fegyveres csoport tart a laktanya felé. Hajnali 4 óra 32 perc. Előre, mozgás! Tovább! Tovább! Rajta lőjenek! Takarodjon! Mi az, hogy elmúlt? Gyerünk! Mégis hogy történhetett ez? Senkiben sem lehet megbízni. Hol a lelkiismerete? Lelkiismeret? Megszálltak a zsidók, uram! Lelkiismeret. Megengedi, hogy lássuk a feleségeinket? Nagyon aggódnak. Nos, természetesen, természetesen. Ne aggódjanak, szegény asszonyok. Mozgósítsák a hadsereget most azonnal! Maguk hová mennek? Túlságosan sokan vannak, valakinek eljárt a száj. Maga mit keres? Hol van Kár és a többiek? Elengedtem őket, a feleségeik már aggódtak, de nincs semmi baj. Szavukat adták, hogy nem szólnak a hatóságokra. Atyaisten! Kövessenek! Gyerünk! Az utcán győzünk! Reggel 6 óra 31 perc. Elmegyünk a háborús minisztériumba. A múltkor 8000 ember hallgatta a beszédem a krónéban. Ha megtudják, mi történt! Gyerünk! Ők mellénk áll! Én vagyok az, drágám. Menekülnöm kell, rosszul sült el a dolog. Ne engedj be senkit! Fogd a gyerekeket és utaz anyádhoz. Ernst, mi történt? Majd ott hívlak. Frida! Frida! Ismerek egy biztonságos helyet. Jobbra is egyenesen. Frida!
Ugyan ne féljen, megijeszti a gyerekeket. Nyisson ajtót. Menjen. Nyissa meg. És megláttam az ellenségemet! Az ellenségünket! A zsidót! Felismertük őt! Mi felismertük őt! Tapossuk el ezt a férget! Tűnődessük el a pestises korában! Hallgasson el! Vigyek ki a gyerekeket! Menjünk! Hát most elhagyom! Gyorsan! Három hónappal később. Ezt akarják. Persze, hogy ezt akarják. Engem tömnek. Éjségsztrájkot tart. Ha nem tesz vallomást, vagy ha meghal, előveszik a többieket, köztük bennünket is. Te megőrültél. Valakinek felelnie kell a pucs miatt, az Isten szerelmére állást követtünk el. Ránk már nem hallgat. Téged kedvel, önts belé egy kis önbizalmat. Nem. Helene! Az életünk és a jövőnk csak ettől függ. Ne veszítse el a reményt. Olyan sokan bíznak magában. Maga is. Már amikor először megláttam, tudtam, hogy maga nagyszerű ember. München, 1924. február 24-e. Ott van! Oda néz! Igen.
Adolf Hitler. A vád ön ellen hazárulás. Mit válaszol a vádra? Bűnös vagyok. Herr Hitler, ön német állampolgár? Ön egy darab papírra kíváncsi? Vagy a vérre, ami az ereimben folyik? Válaszoljon a kérdésre! Nem vagyok. Tavaly novemberben puccsot robbantott ki a bajor állam és a német kormány ellen. Kényszerítette és megfenyegette kárbiztost, loszótábornokot és zájszerezregest. Hazaárulással vádolom, ön Bajorország ellensége. Ha egy tolvaj ellopja a pénzét és azt visszalopja tőle, akkor ettől ön is tolvaj lesz? ...1918-ban elárultak minket a novemberi bűnösök, akik állítólag a vezetőink voltak. Befejezték a háborút, aláírták a versailles-i békét. Az volt a hazaárulás. Bíróságon vagyunk, és nem egy sörözőben. Én csak vissza akartam venni azt, amit 5 évvel ezelőtt elraboltak tőlünk. Mégpedig a jogot! A jogot? Hogy megvédjük magunkat egy tehetetlen parlament döntéseivel szemben. Nem alkalmaztam erőszakot! Nem bántottam senkit! És ebben támogatott Karl Bajor biztos! Őt miért nem perelték be? Ha mégis bűnös vagyok, az az én bűnöm, hogy harcoltam a német nép jogaiért! Ez egy ember nem igaz. Fritz, mit csinálsz? Mi bajod van? A kulcsom. Ülj le, drágám. Nyisd ki az ajtót. Mi történt? Ma reggel biztos voltam benne, hogy vége. Hogy mindenki rájön, hogy egy számítógaz ember. Egy elmebeteg. De ünnepelték őt, Sophie. Hitler a bíróság előtt állva bejelentette, hogy semmi más nem akar, csak visszaadni a hatalmat a népnek. Az emberek hittek neki. Még a bírót is meggyőzte. Jól ismer minket. Kit ismer jól? Az embert. Te láttad őt. Ez nem egy ember. Tanulmányozta az embert, hogy annak tűnjön, de csak a félelmünket találta meg és a gyűlöletet. Mi pedig rohanunk a szörnyetekhez, amitől menekülnünk kellene. Különleges időkben különleges módszerekre van szükség. Ezt te mondtad, emlékszel? Amikor a sörözőben a részegek egymáshoz vágták a sörös karcsót. Mondtam, hogy semmi jó nem származik belőle. Ez akkor történt. Gyere be, készítek valamit enni. Fritz! Köszönöm. De mit? Állítsák le a gépet! Állítsák le! Más lesz a címoldalon! Figyeljenek! Mindenki figyeljen! Új cikk a holnapi címoldalon!
A pucs éjszakán von Karbisztos tett egy kezdeményezést, ami megváltoztatta volna az országot, ha meghallgatják. Tudom, mert én írtam. Ma este mi vagyunk az év észszócsöve. Hallgassák! A történelem a káosz szélére sodort minket, most szabadon dönthetünk. München, 1924 március. Szabadékban, vagy bátorsággal és hittel átugrunk a másik oldalra. A szakadék Hitler nemzeti szocialista pártja. A türelmetlenség és a gyűlölet pártja. A hamis remények és hamis szóképek pártja. Az ostobaságok és a hazugságok pártja. Hitler egy agitátor, aki abban hisz, hogy a félelem megöli az értelmet. És a legrosszabb, amit tehetünk, aminél nincs rosszabb, ha nem teszünk semmit. És most induljon a munka! A Nemzeti Szocialista Párt a szakadékba vezet minket. Áruló! Ludendorff tábornok! 1924. április 1-e. A bíróság ártatlannak ítéli magát, és megszünteti az őrizetét. Herr Hitler! A bíróság hazaárulás vádjában bűnösnek találta. Ez az! A következő ítéletet hoztuk. 200 aranymárka büntetés, és 5 év a Landsbergi börtönben. Úgy döntöttünk, hogy 9 hónap múlva feltételesen szabadlábra bocsátható. Április, a Landsbergi börtön. És annyi vendéget fogadhat, amennyit csak akar. Herr Hess a szomszéd cellában van, és az itt tartózkodása alatt ő lesz a titkára. Ha bármire szüksége van a kényelméhez, csak szóljon. Valami baj van, uram? Hervadtak. Vigye el, nem szeretem látni az elmúlást. Igenis. Ha megenged egy megjegyzést, uram. Megtisztel, hogy szolgálhatom. Isten hozta, mein Führer! Köszönöm, Hess. Kedves, nem igaz? Csak 2 dolog hiányzik, a hallgatóság és a pénze. Megírom az emlékirataimat. Mit szól hozzá? Szerintem remek ötlet. Helyes. De kell egy kiadó. Arra gondoltam, most, hogy Hitler börtönben van és nincs semmi dolgunk, utazzunk el Amerikába. A kislányom beteg. Keresünk egy orvost. Ott sokkal jobbak, és a gyerek meggyógyul. Mától fogva, megígérem, mindig a család lesz az első. Herr Hamstegen. A Landsbergi börtönből keresik. Ausztria szép ebben az évszakban, igaz? Én csak szerencsével úsztam meg. Gondolom, többet segítek, ha szabadlábon vagyok. Igen, igazán nagy lelkű magától. De nem bánom, mert a feleségét többször látom, mint magát. Helene az ön nagy csodálója. Maga nem az? Dehogy nem vagyok az.
Tudja, bármit megteszek az ön... a mi ügyünkért. Az emlékirataim. 4,5 év az ostobaság, hazugság, gyávaság ellen. Hatásos cím, nem igaz? De igen. Valóban az. Bár lehetne rövidebb is. Látja? Én mondtam. Maga érte ez? Ezért maga fogja kiadni. Hm? De, Herr Hitler, a családom csak művészeti könyveket ad ki. Különben is Helénével elutazunk Amerikába. Nem megy sehová. Elegem van abból, hogy mindig cserben hagy. A kislányuk nagyon beteg. Na ide hallgasson. Magát kihagytam a dologból. De a családja sokat szenvedne, ha hirtelen maga is börtönbe kerülne, igaz? Itthon marad, és segít a kiadásban. Most, hogy nincs köztünk, a párt vezető nélkül maradt. Mivel az én nevem szorosan kötődik a párthoz, kötelességem felkarolni azt. Egyébként Röm is egyetért velem. Azt mondja, hogy az én politikai támogatásomat élvezve felújíthatja a seregét. Az is lehet, hogy egyszer elnök lesz belőlem. De ne aggódjon. Magának mindig lesz helye a pártban. Igazad, nagyon kedves. Levelet írunk ezt. A párt vezetőségének. Visszavonulok a politikától. Semmi közem a párthoz. Leköt az írás. De uram, maga nélkül a pártnak vége. Pontosan. Ma már meggyőződtem arról, hogy inkább Braunau-ban kellett volna megszületnem. Ebben a kisvárosban bajorok között éltek a szüleim. Apám köztisztviselő. Nem. Kötelességtudó köztisztviselő. Anyám, aki csakis a gyerekeiért élt. Egyszer, amikor a városban sétáltam, hirtelen megláttam egy fekete kaftánba öltözött fekete hajú embert. Ez lenne a zsidó? Gondoltam rögtön. Aztán egy újabb kérdés fogalmazódott meg bennem. Vagy talán német? Erősek. Erősebbek nálam. Több tér kell, hogy éljünk. Terjeszkedjünk. Fent tartsuk magunkat. Németország vagy megszabadul a zsidóktól, vagy megszűnik létezni. Kell egy vezér, aki tudja, mit akar. Aki bátor és merész, hogy az ellenséget apró darabokra zúzza. És ő létezik. Itt él velünk. A vezér győzelemre vezeti híveit. Megtisztelt minket, Mein Führer. München, Németország, 1924. december 20-a. Lement a láza. Végre elaludt. Istennek hála. Kezdhetjük már? Persze, kisfiam, kezdjük. Nyisd ki. Mi van benne? Mi az? Nézd, egy állatkert! Rinocérosz, oroszlán, tigris, zsiráf, majom! Pont ilyet akartam! Egon! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Hoztam neked ajándékot. Tessék! Hamsteingl! Helena? Ma is csodálatosan szép. Herr Hitler. Micsoda meglepetés. Kellett követ is törnöd a börtönben? Dehogy, Egon. Sokkal nehezebb dolgot csináltam, köszönöm. Írtam egy könyvet. Kiadod Dolf bácsi könyvét, apu? Nem, nem adom ki.
Csak művészeti könyvekkel foglalkozok. Vannak képek a könyvedben? Nem, nem. Képek nincsenek. De sokan megveszik majd. És az, aki kiadja, sok pénzt keres rajta. Herr Hitler, ha az üzletről és a politikáról szeretne beszélni... Nem szeretnék. Karácsony van. Nem ezért jöttem. Mami! Bocsásson meg, Herr Hitler. A kislányunk beteg. Egyikünk sem aludt az éjjel. Nem, nem. Maradj csak. Nagyon beteg szegényke? Nagyon. És nem... Nem tudjuk, mi baja van. Helene. Én... Az idő alatt, amíg börtönben voltam, csak magára gondoltam. Megmentette az életemet. Amikor kivette a fegyvert a kezemből. Kérem, Helene. Ne, 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 soha nem csodáltam annyira egy asszonyt, amennyire magát csodálom. Bátor. Gyönyörű. A tökéletes nő. Feleség. És anya. Köszönöm. Az anyja után sír. Mami! Mami! Nem is. Hiszen ön nem iszik, igaz? Akkor mondja, mik a tervei? Hiszen a rókát sem lehet sokáig a tyúkoltól távol tartani. Akkor sem, ha állítólag nem eszik húst. Maga könyveket ad ki. Legalábbis ezt mondják. Miért hiszel mindent, amit az újságok írnak? Ahogy elkészült a tervem, magának szólok először. De addig is... Vidékre utazom. Boldog karácsonyt! Obersalzberg, Németország, 1925. Adi! Jó reggelt, Angela! De jó, hogy végre látlak! Olyan régen találkoztunk. Linzben mindenki csak rólad beszél. Én lettem a híres féltestvéred. Édesanyád olyan büszke lenne rád. Örülök, hogy eljöttél. Szóval ez az a ház. Elboldogulok vele. Ha már az édesanyánkról van szó. Geli sokat változott, mióta utoljára láttad. Köszönjük szépen, hogy meghívtál minket. Nagyon szívesen. Fontos, hogy a család összetartson. Nem igaz? De. És... Megtisztel, hogy velem adatja ki a könyvét, Herr Hitler. Biztosan nagy visszhangja lesz az országban. Csak egy magához hasonló háborús veterán értheti meg azt, amit a burzsóák nem értenek. Azonban meg kell jegyeznem, hogy eleinte nem várható érdeklődés. A gazdaság jól áll. A demokrácia jól működik. Az nem tart sokáig. Majd meglátja. Hazánk számára még nem értek véget a megpróbáltatások. Feltűnő a különbség, Herr Hitler. Nagyon jót tett magának a hegyi levegő.
Nem beszélve egyéb más tényezőkről. Ezzel meg mire céloz? Hát, a csodálatos tájra, a tóra. Mein Führer, sürgős üzenetet kaptunk Münchenből. A párt arra kíváncsi, hogy kit támogat az elnök választásokon. Hindenburgot vagy Ludendorffot? Persze, hogy Ludendorffot. Miért ne? Nem ő fog nyerni, Führer. Azt mondják, csúnya vereséget szenved. Akkor is őt támogatom. Geli! Köszönöm. Jaj, örökre el tudnék itt rejtőzni veled, Dolf bácsi. Olyan gyönyörű. Elrejtőzni? Én nem rejtőztem el. De olyan sok ember látogat meg téged. Miért nem mész be a városba hozzájuk? Szerintem az tetszene neked. Ó, milyen szép. Jártál már valaha Münchenben? Eddig csak Linzben és itt. Talán egyszer magammal viszlek. Tényleg? Tényleg megtennéd? Azt mondtam, talán. Indulás. Várj! Megütötted magad? Nem, jól vagyok. Csak nem szoktam kerékpározni. Gyere velem. Gyere közelebb. Közelebb. Menj körülöttem. Körbe. Így? Így. Gyorsabban! Gyorsabban! Jó, de... Állj meg! Indulj! Menj! Gyorsan! Gyorsan! Gyorsabban, gyorsabban! Gyorsabban! Így. Állj meg! Fázom, bácsika. Ne szólj egy szót sem. Geri! Kérlek! Ne mozdulj! Az úgynevezett asszimiláció nevében a zsidók elcsábítják az ártatlan szőke kislányokat, és tönkretesznek valamit a földön, amit az Úr ajándékozott nekik. Paranoiás ostobaságok, össze-vissza beszél, senki nem veszi komolyan. Állandóan vele foglalkozol, róla hisz, pedig ezzel az emberrel már senki nem törődik, ő már a múlté, az embereket nem érdekli. Vegyük rá őket, hogy érdekelje. Hitler véleménye szerint a zsidók világhatalomra törnek, és éppen ezért erőszakkal kell fellépnünk, háborúra úszni. Ez nevetséges. 500 ezer zsidó él Németországban mindenfelé. A legsikeresebb üzletemberek között is vannak zsidók. Azok ellen nem indíthat háborút. Olvassa el. Akkor meglátja. Elolvastam. És most ide figyeljen. Nem írhatunk egy olyan emberről a címlapon, akinek a könyve nem több, mint 5000 példányban fogyott el. Barátként értékelem a lelkesedését, de mint a főnöke figyelmeztetem.
nem veszik az újságot. Dönts el, Fritz. Tovább akar dolgozni nálunk, vagy nem? Tudja, hogy igen. Akkor megértettük egymást. Ne írjon Hitlerről. Mikor jön vissza? Hogy mehetnék vissza Münchenbe? Nem Münchenbe értem, hanem a párthoz. Minél tovább vár, annál nehezebb lesz. Münchenben vitatkoznak, és akadt egy igen komoly ellenfele. Á, Herr Strasser. Igen, Strasser, de van még egy fiatal ember. Tehetséges szónok, és egyfolytában azt hangoztatja, hogy a párt teljesen szakítson magával. Hogy hívják? Joseph Goebbelsnek. Visszatér, vagy nem tér vissza? Tudnom kell. Tudja, mi kell nekem? Egy megbízható ember. 1925. április 26-a, elnöki választások. Reichstag, 1925. április, náci párt 3 képviselő. Hindenburg győzedelmeskedett. Nem csoda, hogy vesztettünk. Nincs politikai párt erős vezetés nélkül. Megbeszélés Münchenben. 3 nap múlva minden pártvezető legyen ott. 3 nap? Mein Führer, az északon élő vezetőknek nem lesz ideje arra, igaz, hogy... Igaz, legyen 2 nap. Angela, csomagolj be a lányodnak. Geli, velem jön. Sajnálatos. De ha a sikertelességem vette rá a pártot arra, hogy visszahívják Münchenbe, megérte elbuknom. Mi ketten, maga meg én, egyesítjük a darabokra szakadt sereget. Már megbocsásson. Mindenkitől kérjen bocsánatot. Maga miatt kerültünk bajba. A pucs elveszett, mert maga elkésett. Elengedte von Kárt, ő hívta a katonaságot. Most meg ez a nevetségesen pocsék kampány. Soha életemben nem beszéltek még így. Ha megtörtént volna, nem lett volna magából ilyen nyámnyila alak! Álljon meg! Álljon meg, hallja! Álljon már meg! Nem vesz részt a párt újraformálásában? Milyen nagy kár! München, 1926. február 14-e. Á, Gregor Strasser. Örülök, hogy látom. Jó, hogy Berlin ilyen gyorsan elengedte hozzánk. Tudja, hogy az agitációja miatt majdnem tovább maradtam a börtönben? Nem szándékosan tettem. Persze, hogy nem. Ismeri az unokahúgomat? A híres Geli. Maga biztosan Herr Goebbels. A fiatal ember, aki ki akar rakatni a pártból. Vigyázzon rá, Hess. Reméltem, hogy a viták nagyságát csak eltúrozták. Üljenek le. Hol van Ludendorff? Nem érzi jól magát. De örülök, hogy maguk itt vannak. Megbeszélésünk célja, uraim, hogy a vezetésem alatt egységesítsük a pártot. Elvárom a támogatást. Törvényes úton kell kormányra kerülnünk, aztán darabokra szedjük azt. Új politikai célunk, megnyerni a választásokat. Az agitáció már a múlté. Ez meg mit jelent? Az SZ-t féken tartjuk. Énekeljenek, masírozzanak, de ne tegyenek semmit a parancsom nélkül. Mi nem egy vasárnapi lövészklub vagyunk, Adolf, hanem milícia. Annak vége. Személyes védelmemet az SS látja el. Csak rontják a hírünket. Engem nem érdekel a maguk híre. De az SS nélkül, az erőnk, a hűségünk nélkül... A történelem más fordulatot vett! A terv megváltozott. Ez sajnálattal hallom.
még valaki, aki távozni óhajt? Távol létem alatt vezegettek, vitatkoztak, semmilyen előrehaladást nem mutattak fel. Így aztán azt javaslom, mentsük fel magukat a vezetés felelőssége alól. A mozgalom érdeke mától fogva az én feladatom. Ha elbukom, akkor lemondok. De nem bukom el! Harcunknak két lehetséges eredménye lesz. Vagy az ellenség gázol át rajtunk, vagy mi rajtuk! Ha elbukom, tegyék holttestem egy horogkeresztes zászlóba. Sieg Heil! Sieg Heil! Két hónappal később. Jó estét, Helena. Jó estét. Hogy van? Maga ma is csodálatos. Köszönöm. Nem értem. Mi értelme van? Minek kampányoljak másoknak? Nem indulhat az elnökségért, mert nem német állampolgár. És nem lesz német állampolgár, ha nincsenek barátai a Reichstagban. Ezek az emberek magának akarják adni a pénzt, nem a pártnak. Maga a legfontosabb jelkép. Bocsánat. Jól érzi magát? Igen, remekül. Részvétem a kislánya miatt. Igazán gyönyörű gyerek volt. Nos, a társaság jót tesz most nekem. Legalább van mivel foglalkoznom. De a holnaptól halálosan félek. Talán én segíthetek ebben. Herr Hans Stengel, elárulná, hogy hol tanult meg zongorázni? Herr Weidmann hozzásegített minket egy épülethez, a belvárosban. Az ön kivételes tehetségével biztosan sikerül némi pénzt gyűjtenünk rá. Szívesen segítek. Helyes. Köszönöm. Nagyon jó. Jaj, Morris, alig kaptam levegőt odabent. Kér egy cigit? Én kérnék, de ő nem helyeselni. A nagybátyja jó ember. Vigyázz magára. Jó teszi. Az egy szörnyetek. Ha tudnám, miket kér tőlem. Ez lesz Führerünk irodája. Tágas, hatalmas, napsütésben ragyogó, ahogy ő is az. Támogassanak minket. Mert szeretnénk minél több képviselőt bejuttatni a rendszerbe. 1929. Hitler új főhadiszállása. De a nemzet felépítése előtt előbb újjáalakítjuk a pártot. Ezt hol máshol kezdhetnénk, mint itt. Egyszerűen mesés volt. Mintha mindig ezt csináltad volna, istennő vagy. Köszönöm. Ünnepeljük meg. Csak mi ketten. Menjünk el a kabaréba. Drágám, szerintem nem jó ötlet mostanában támogatni a kabarékat, igaz? Azon kívül késő estig dolgozom. Persze. Hogyne. If it's raining, if it's sunny, if you're freezing or dripping... Friedrich, hogy vagy? Te mit keresel itt? Csak iszogatom. Egy régi barátnál. Vetélytársam akadt.
Vigasztalódom. Vigasztalódsz. Hihetetlen. Lássuk, nem voltál a zsinagógában, amikor az Esszá megtámadott minket? Megvigasztalódtál? Embereket öltek meg. Menj haza. A magad fajtát nem szolgáljuk ki. It's not our fault because the Jews are cause for all our loss. Oh, it's a shame but true. Whatever's wrong, the Jews to blame. So blame. 1929. Választási kampány. The Jews are guilty and it's not party always is the Jews, so blame the Jews. If we have flaws, it's not our fault because the Jews the cause for all the flaws. Oh, it's a shame but true, whatever's wrong, the Jews to az új hálószobád. Úgy rendezed be, ahogy akarod. Sok időt töltesz majd itt. Ha nem velem vagy, a testőr nem mozdul mellőled egy percre sem. Veszélyes világban élünk. Én pedig megvédem.1929. október, tőzsdekrach. Vegye csak el, nem ér semmit! Mozgás! Kifelé! Kifelé! Ne vásároljon zsidóktól! Ezt nem hiszem el. Az Esszá pénz nélkül, és képesek bárkibe belekötni. Írhatok róla? Nem, mert senki nem kíváncsi Hitlerre. Tudod, mit olvasnak? A pletykát, nézd az első oldalt. Egy bajor lány vallásos látomásai. Hányszor is? Legalább 10-szer hoztuk le az utóbbi 4 napban. Remény nyújt az embereknek. Ahogy Hitler is. A nép nem kíváncsi a hírekre, nem érdekli őket. Nem akarnak hallani arról, amivel kapcsolatban tehetnének valamit. Mintha mind vak és süket lenne. Mi az ördög történt veled? Miért gyűlölöd ennyire az embereket, Fritz? Ne kiabálj, Sophie. Valakinek csak kell. Annyira szidod őt, hogy észre sem veszed, hogy lassan kezdesz hasonlítani hozzá. Lassan nem ismerek rád, Fritz. Nem folytathatod így tovább. Vagy előre kell lépned, vagy visszafelé, mert most nem jó helyen állsz. Nem léphetek előre, mert elvesztem a munkámat, ha nem lesz. A másik választás az, ha elégedett leszel. Csendesen. De te erre nem vagy képes. Az ellenzék burkoltan célozgat az unokahúgával való kapcsolatára. A zsidók azt hiszik, mindenki olyan mocskos, mint ők. Nem csak a zsidók. A párt tagja is megkérdőjelezi. Maga az unokahúgomról beszél! Együtt járunk az operába! Egy pillanat, uram. Herr Hitler, a fényképen soha nem néz szembe a géppel. Ne fosszon meg minket a hatalmától. Hogy hívják? Évának. Éva Braunnak. Éva? Nagyon csinos az unokahuga. Az. Ne! Könyörgök! Bácsikám, nem tett semmi rosszat! Könyörgök, bácsikám! Bácsikám, könyörgök, nem tett semmi... Hallgass!
Takarodj! Ne! Könyörgök! Ha megint találkoztok, megölöm. Könyörgök! Haza akarok menni. Nem bírom itt tovább. Dehogy nem. Nem. Nem bírom. Nem bírom ezt tovább. Semmit nem engedsz meg nekem. Nincsenek barátaim. Nem járhatok el egyedül. Elegem van a beszédeidből. Elegem van a gyűlésekből. Elegem van belőled. Te más vagy, mint a többi lány. Édes vagy. Édes és ártatlan. Még nem érted, hogy a férfiak mit akarnak tőled. Dolph bácsi megvéd téged. Soha többé nem maradsz egyedül egy ilyen férfival. Jól van. 1930. szeptember 14-e, Reichstag választások, náci párt 107 képviselő. 6,5 millió választó, 107 képviselő, a második legnagyobb párt a parlamentben. Herr Goebbels, maga nélkül ez nem sikerült volna. Akar a tájékoztatás ügyi miniszterem lenni? Megtisztel vele, mein Führer. Hamstegel, a felesége rávett, hogy magát is léptessem elő. A sajtófőnökség illene magához. Köszönöm, Herr Hitler. Bocsánat, mein Führer. Geli kisasszonyt rajta kapták, ahogy be akart szállni egy taxiba. A vasútállomásra akart menni. Bocsássanak meg. Soha, de soha többé. Ne próbálkozz ilyesmivel, érted, amit mondok? Figyelj rám. Figyelj, figyelj. Volt egyszer egy olyan kutyám, mint te. Nem fért bele a fejébe, hogy ki a gazdája, mindig megszökött. Megkötöztem, megszökött. Megvertem, meg akart harapni. Láncra vertem, megfojtotta magát. Nagyon buta volt, Geli. Te ne légy az. Vigye haza. Válaszoljon!
Adi, a szoba nem maradhat így. Nem lenne helyes. Nem tudnám elviselni. Te nem tudnád. És én... Velem mi van? Az én pisztolyommal. Nekem csak ennyi maradt. A szobát így kell hagyni. De Adi... Az Istenért! Hát nem látod? A történelem istennője figyeli a lépteimet. Figyel engem.1932. február 26-a. Az állampolgársága. A német állampolgársága. Szerencse, hogy a családja nevet változtatott. Mert különben azt mondanánk, Heil Schickelgruber. Íme a Reich következő elnöke. Szerintem csodálatos! Olyan bátor a fényképen. Meg erős. És határozott. Köszönöm, Braun kisasszony. Egyetértek. Heil Hitler! Az új német állampolgár Adolf Hitler indul az elnökválasztás. Hitler kampányüzenete egyre népszerűbb. A Führerre szavaz, a jövőre szavaz. Nézd, azok mi volt? Tényleg? Marci fal a példaképünk! Wagner zenéje pedig az ösztönzőnk! Felakasztjuk a gerinckedünket! Eltapossuk a kommunistákat! Mögöttünk van Németország! Velünk mindent elérhet! A Führer indul az elnök választáson. Mi pedig alaposan megdolgoztatjuk. Szep, nézzen utána a pénzügyi háttérnek, írjon róla cikket. Maria, a magáé a kampány. Beszéljen azokkal, akik már hallották. Találjon Hitlerrel nem egyetért. Herr Gerlich, nem azt mondta, hogy nincs több Hitler? Átmeneti elmezavar. Megbocsátanak. El kell hallgatni. 1932. április 5-e. Mi az ördög ez? Megígérte, hogy nem ír róla. Nekem ez a munkám. Az újságíró feladata, hogy a jelenről írjon. Ha nem foglalkozunk, azt... Kifelé, emberek! Gyorsan! Kifelé! Gyorsan! Menjenek! Legközelebb már bombázz! De hát nem bomba volt! Nem látja, hogy Hitler dühös lett, mert az emberek hallgatnak arra, amit mondanak, hallja? El van bocsátva! Megterítsek ebédhez, Fräulein Braun. Ma nem ebédelek. Ugyanaz a nóta. Hogy mondta, kérem? Ugyanígy bánt a lányommal is. Leláncolta.
és magára hagyta. Fogalmam sincs, hogy most miről beszél. Az emeleten van egy szoba, amit mindig zárva tartunk. Kíváncsi rá? Ne érje hozzá, akkor észreveszi, hogy itt járt. Nem versenyezhet vele. Maga él, a lányunk csak emlék. Az ő emléke, nem az enyém. Nem az igazi Kelly. Nem hozhatom vissza, nem változtathatom meg azt, ami történt. De figyelmeztetem, Fräulein. A helyzet soha nem lesz jobb. Ez Hitler ideálja. Nem maga. Soha nem lesz az. Ez meg mi? Utálja a friss virágot. Ő maga tette oda, kedvesem. Holnap reggel már ne legyen ebben a házban. Természetesen. Örülök, hogy lesz még egy ügyfele. Nem csak a nemzeti szocialistáknak dolgozom. Mi a címe? Az Egyenes út, Szent Pál után. Vallásos újság lenne? A maga módján. Az ügyfelemnek az a feltétele, hogy ön nem szólhat bele abba, hogy mit írt. Én nyomdász vagyok, nem könyvkiadó. Az zavar, ha a festéket mosódik. Nagyon köszönöm. Aláírta a szerződést. Igen. De Fritz... Ez a nyomdász nyomtatja a náci lapokat. Nem túl jó helyen akarsz nyomtatni. Éppen ellenkezőleg. Ez az egyetlen nyomda, amit Hitler nem akar tönkretenni. Hindenburg győzött, Hitler veszített. Miért ilyen búskomorak? De az ország 30%-a rám szavazott. Több, mint 40 ember a sörözőben. De nem nyertünk, Mein Führer. Gondoljuk át a stratégiánkat. Ha nem váltjuk be az ígéreteket, a választók más vezért akarnak a párt élére. Amiatt én nem aggódom. Minden jobboldali csoport mögöttünk áll. Hindenburgnak fel kell ajánlani a kancelláriát. Már megbocsásson, Mein Führer. Ön és Hindenburg nincsenek beszélő viszonyban. A kancellária az ország második legfontosabb pozíciója. Miért ajánlaná fel? Mert bajt okozok, ha nem teszi meg. Hivatott engem, Adolf. Megbocsátanak egy percre, uraim. Foglaljon helyet. Megkérem, ne szóljon egyetlen szót sem, csak hallgasson. Világos? Aggasztó hírek jutottak a fülembe. Valóban? Egy szót sem. A pletyka szerint én vagyok a lőpályán a céltábla. Valóban? Hallgasson! Hadd fejezzem be. Az utóbbi pár évben az SA egyre makacsabb. Tudja, hogy nehéz eltéríteni a miliciát a forradalom eszméjétől. Az SA csak visszahúz minket. Mindig lázadoznak. Ezért mától fogva az egész helyzetet a maga gondjaira bízom. Tekintse próbának. Ha sikert arat,
Talán elfelejtem azt a csúnya dolgot, amit tett. Világos? Köszönöm, hogy eljött. És Ernst! Ne próbálkozzon még egyszer. Minden új kancellár nehéz feladata az, hogy hogyan kezeli a nemzeti szocialistákat. Ha megint megbénítják a Reichstagot, ahogy mindig, amikor nem kapják meg azt, amit akarnak... 1932. június 1-e Berlin, az elnöki palota. Már a negyediket. Hálátlan feladat kancellárnak lenni, méltóságos úr. Az ellenségemnek se kívül... Tudom, pápen, tudom! Az ajtót! Nézzék. Egész életemet az országnak áldoztam, és megfelelő emberre akarom rábízni. Ezért Schleicher tábornokot kértem fel kancellárnak. Gratulálok, tábornok. De elutasított. Magát javasolta Franz van Papen, hogy helyette betöltse az új kormány vezetőjének szerepét. Maga konzervatív, katolikus. De méltóságos úr, Hindenburg elnök, én nem vagyok... Helyes! Ezt megbeszéltük most. Térjünk rá a demokrácia legfőbb ellenségére, Herr Hitlerre. Van javaslatuk? Helyezzük egy olyan pozícióba, ahol irányíthatjuk. És melyik pozícióra gondol? Az alkancellárira. Önök most viccelnek. Egyáltalán nem. Az alkancellárság a harmadik legfontosabb pozíció. Pártom népszerűsége ennél sokkal fontosabb helyet kíván. És mégis mi az, amire gondolt, uram? Kancellár akarok lenni, uram. Ó. Azt én töltöm be. Én nem nevetnék, tábornok. Lehet, hogy a maga munkáját is átvenném. Tisztelt elnök úr! Biztosan látja, hogy az én erőmmel számolnia kell. Minél hamarabb nevez ki kancellárnak, annál hamar... Soha nem nevezem ki kancellárra. Hogy merészel ilyet feltételezni? Maga csak egy bajor tizedes. Hogy felelek az Úristen előtt, ha magát nevezem ki kancellárra? És hogy felel Németország előtt, ha nem teszi meg? Viszontlátásra. Ostoba vén ember. Nem érdekel, mit beszélget az Istennel. Remélem, minél hamarabb megteszi. Hívja Röhmöt! Megmutatom Hindenburgnak, milyen érzés Isten előtt állni. A következő napi rendi pontban a törvényjavaslatunk, amely szerint a jövőben... Uraim, távozunk. Ha távoznak, azzal feloszlatják a megválasztott testületet, és kikényszerítik az új választásokat. Állítsák meg őket! 1932. július 31-e, náci párt 230 képviselő. 230 képviselő! A Reichstag legnagyobb pártja lettünk. Megáldott minket a történelmi gondviselés. Heil Hitler! Hogy meri megint a kancellári címet követelni? Nem érdekel, hogy hány képviselőjük van, amíg én élek, Hitler nem lesz kancellár. Legfeljebb a főpostásom lehet, és megnyalhatja a hátsó felemet, ha bélyeget akar felragasztani. Javasolhatnék valamit, alelnök úr? A legutóbbi javaslata után a nácik átvették a Reichstagban a hatalmat. És egyre jobban megerősödnek, erősebbek, erősebbek. Guntűznek a kormányunkból. Belőlünk, uraim, belőlünk. Javasolhatnék valamit, elnök úr? Gregor Strasser, Hitler helyettese, rendkívül népszerű a pártban. Szerintem igencsak boldogan elvállalná az alelnöki posztot. Beszélt már vele. Igen. Gyűlöli Hitlert. Gyűlöli Hitlert. Ha elfogadja a posztot, megosztja a nemzeti szocialistákat és semlegesíti a pártot. Nincs szándékomban elnökségemet egy anarchia szélére sodorni. Bocsásson meg, Papen, de Schleicher tábornok is kipróbálja a szerencséjét kancellárként. Elnök úr, kérem.
Számomra világos, hogy egész végig erre apostrofált a foga. Arra használt fel engem, hogy az ellenséget eltávolítsuk. Adjon még egy lehetőséget, uram! Soha, tábornok! Ezennel kinevezem a Reich kancellárává. Sok szerencsét! A párt nem egyenlő önnel. Ezt ön mondta. Alelnökként egyesítem a jobb oldalt. Elszigetelem a vöröseket. Emelem a népszerűségünket. Hogy számol le az árulókkal? Én nem vagyok áruló. Az áruló, Strasser! Nem ők döntenek így, hanem azok, akiket elárul! Elutasítja Schleicher ajánlatát! És azonnal lemond a pártban betöltött szerepéről! Kísérje ki ezt az embert! ...1932, az egyenes út első példánya. Atya úr, Isten! 9 órára itthon leszek. Hmm. Egon, vacsorázzon rendesen, és fektesd le aludni. Tudod, Helene, napok óta nem vacsoráztunk együtt. Kezdem azt hinni, hogy jobban érdekel téged a politika, mint én. Ezen múlhat ilyen jól? Dehogy, Frau Heimstegen. Az újságot olvastam. És ilyen humoros híreket írnak benne? Ez újdonság. Ezt hallgassák. Családfa kutatója szerint Hitler orra ugyanolyan, mint Attilái a huné. Egy idegen megszállói, ha egyáltalán az volt. Hogy meri ilyet hozni a házamba? Ez zsidó propaganda, el kell égetni. Megbocsásson, asszonyom, de nincs joga megmondani, hogy mit olvassak és mit ne olvassak. Ezt még megbeszéljük. Adi! Ezt kérem. Milyen az új szoknyám? Tetszik? Ma vettem. Hozzon össze von Papennel. Nem kétséges, hogy Hindenburg óriási hibát követett el Schleicher kinevezésével. Nyilvánosan megalázták. Álljon ezért bosszút! Szerezze vissza a hatalmát! Soha többé nem nevez ki kancellárnak, nem De tudom... De alkancellárnak kinevezni, alám! Ez a lényeg. A kormány konzervatív lenne, de ezt magára bízom. Maga sokkal tapasztaltabb nálam. Van egy apró probléma. Hindenburg. Hindenburg gyűlöl engem. Meg kell győzni. Egy valami vénsége ellenére élénken él benne, a hiúság. Egy nyílt levéllel csodákat lehetne tenni. Vagy pár rendbontás a parlamentben. Mélyen tisztelt von Hindenburg elnök úr! Németország nagyjai mind jó akaratú emberek voltak, akik szerették a népet. És a nép szerette őket.
Ott van Parsifal és Lohengri. És ön. Óriási szerencsénk, hogy ön a mi vezetőnk. Hűségemet és örökké tartó tiszteletemet nyújtom át önnek. Kérem a nemzeti szocialistákat, hogy üljenek vissza! Kérem önöket, hogy üljenek vissza! Schleyer, íme az ár, amiről azt hittem, soha nem kell megfizetnie. Hívja ide Hitlert. Nem szabad így viselkedned. Ne haragudj! Majdnem mindent tönkretettél. Ne haragudj, Adi, én olyan magányos vagyok. Több időt szeretnék veled tölteni. Légy türelmes, én! Még vannak ellenségeim. Még kancellárként is el kell varnom néhány elvarratlan számot. Megígéred, hogy jó leszel? Megígéred? Megígérem. Ünnepélyesen megesküszik arra, 1933. január 30-a Berlin, Reich kancellária. És a nemzet javára, felvirágoztatására tölti be? Esküszöm. Azon kívül megesküszik arra, hogy betartja az alkotmányt, támogatja az elnököt, és tiszteli a birodalom törvényeit? Isten erre úgy segélye? Esküszöm. Halkítsátok már le! Herr Gerlich! Georg Bell vagyok. Olvastam az újságját. Van egy közös ellenségünk. Ezt minden német mondhatja. Én egy dühös volt náci vagyok. Rönnek dolgoztam. Aztán kirúgott. Igen. Hallottam, hogy... összevesztek. Információval szolgálok önnek. Súlyos tényekkel, amiket felhasználhat.
Halló? Ugyan álnéven írta alá a cikket, de tudom, hogy maga firkál a labba, Gerlich. Jó reggelt, Müller. Nem nyomtathatom ki. Már az utóbbi cikke is szörnyű volt. Tönkreteteti a gépeimet, bezáratja a nyomdát. Nem teszi tönkre a gépeit. Szüksége van rá a saját újságjához. Engem inkább tönkre akar tenni. Elveszíti a játszmát, cimbora. Szerződés köti Müller. Elvárom, hogy betartsa. Maga nem erre a világra való. Inkább nem mondj semmit. Különleges időkben, különleges módszerekre van szó. Nem a politikáról van szó, meg a történelemről, hanem az életedről. Azon kívül az enyémről is. Ez vagyok én. És ez vagy te. Két külön ember. Különböző gondolatokkal. De látod, mi lesz, ha egymásra találnak. Szeretlek, Sophie. De ha nem csinálom végig, nem tudok a tükörbe nézni. Halálosan félek. Ez felháborító. Egyetlen szó sem igaz. Azt várja, hogy ezt el is higgyék. Mire céloz ezzel? Semmi közöm ehhez. Mesélje magáról. Ez egy szigorúan titkos belső információ, ami az SA-ban folyó izgatásról szól. Van fogalma arról, mennyi kárt okozott most nekünk? Nem tudom, Gerlich, hogy jutott ehhez hozzá, de ha elutazom Münchenbe, megtalálom a forrást. Ezzel már elkésett. Hindenburg olvasta a cikkét, és ma reggel hivatta a Führert. Az egész országban zsidó boltokat támadnak meg. A gazdaság bizonytalan lábakon áll, a nép lázadozik, ez a cikk pedig az utolsó csepp. Ha nem tisztázzuk gyorsan a helyzetet, Hindenburg statáriumot rendel el, és bevonja a katonaságot. Itt az idő, hogy megtámadjuk az elnöki palotát. Vegyük el a maga megőrült! Nevezzen ki a hadsereg élére. Én egyesítem a katonákat, eljött az idő. A remek ötlet. Miért is nem jutott eszembe? Talán azért, mert a katonák egy disznónak tartják. Egyetlen szóra kitűzték a nemzeti szocialisták zászlaját, és nem hódolnak be magának. Maga is az SA. Kihalóban lévő ősállatok. Nem fejlődtek tovább, ahogy mi tettük. Ó, mondok én magának valamit, Adolf. Ne akarja meglátni, hogy mire vagyunk képesek a fejlődés terén. Ez az ember valaha a barátja volt. Most meg az egyik, aki miatt elbukhatunk. A lista pedig egyre hosszabb. Tudják, igaza van. Néha csak a primitív erő a megoldás. Persze nem árt, ha törvényes keretek között cselekszünk, ha okot találunk az erőszakos válaszra. február 23. A Reichstag felgyújtása. Így a Reichstag! Kit a gyanúsította? Letartóztattak valakit? Milyen intézkedéset várhatók ezután? A kommunisták állnak-e mögött? Mi történt? Egy holland kommunista gyújtotta fel az épületet. Már letartóztatták. Rőmnek még hasznát vehetjük. Maga javasolta a fekete listát. Jó ötlet. Ez itt az Úristen jele. Ostrom alatt állunk.
A tettesek köztünk vannak, de mi visszaütünk. Jó elégedetnek látni. Felháborító büntet. Ezért még valaki felelni fog. Teljességgel ellentétes az alkotmánnyal. Maga egyszerűen át akarja venni az ország vezetését. Zaklatott időket élünk, uram. Az alkotmányos módszerek nem hoznak eredményt. Elpusztították nemzeti jelképünket. A demokráciát megtámadták. Ha hadat üzenünk az idegen betolakodóknak. Fel kell függeszteni bizonyos emberi jogokat. Ha a hatalmat elveszik és nem átadják, az, aki megragadja, gyakran mágjára kerül. A Reichstagnak el kell fogadnia, mielőtt én ezt aláírom. Ahhoz, hogy a kormány... Kroll Oberhals, a Reichstag ideiglenes helye. A Reichstagnak támogatnia kell a törvényt. Ez a törvény a lehetőség arra, hogy átadják a jogokat azoknak, akik eredményesen élnek vele. Mától fogva, a törvénykezés a kormány hatáskörébe kerül, és csak neki lesz joga megváltoztatni az alkotmányt. A szólásszabadságot, a gyülekezési jogot és a szabad sajtót egy időre felfüggesztjük. A magánélet jogát, a telefonálás és a posta jogát bevonjuk. Lesz, de legyen nagyobb Hitler fényképe. Hitler sürgősen összehívta a Reichstagot. A felhatalmazási törvényt vitatja meg velük. Aminek nyomán rendőrállammá válunk, és Hitlernek abszolút hatalma lesz. Atyavilág, nem számít, mit tesz, erősebb lesz. Fogadok, hogy a nácik voltak a gyújtogatók. Van még valami, amit nem mondtam. Ha ezt megírják, Röhm rájön, hogy én vagyok a forrás. Valójában nem Röhm titkára voltam. Valódi feladatom a külföldi tőke bevonása. Külföldi tőke, de mire? Az SA-ra. Aláírt egy szerződést egy londoni emberrel, hogy olajat szállítanak Németország számára. A náci párt előnyöket nyújtott egy külföldi befektető számára. Németország a németeké. Erről van szó. Ezt Hindenburgnak is tudnia kell. Magát pedig biztonságos helyre visszük. Szent, vannak Berlinben ismerőseim. Kapcsolatba lépek velük. Menjen haza, csomagoljon be. Aztán irány a vasútállomásbel, oda viszi a cikkemet. Sietnünk kell. A kormányzónak joga van beavatkozni és helyreállítani a rendet. A törvények visszavonása az elnöki hatáskörből a kancelláriba kerül. Felajánlom a Reichstagnak az esélyt a békére Németországban. Soha! Ha tiszteli az alkotmányt... Alelnök úr, üljön vissza, üljön le! Minden elutasítást az ellenzék nyilatkozatára teszintek! Uraim! Döntsenek! Mi legyen, béke? Vagy háború! Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt, wenn es jetzt zu Schuss und Grüße Brüder lieb zusammen hält. Auf der Wahrheit, auf die Welt, auf der Welt, die Fahne.
Ki az informátor? Senki. Igazolja magát! Gyerünk! Igyekezzen a papírjait! Fogják meg! Istenem, nem hiszem el! Látni akarom a... Nem láthatja, mert védelmi őrizetben van. És kitől védik meg? Az ellenségeitől. Kiírták már a pernapját? Ugyan miért mondanék mást ma, mint amit tegnap vagy tegnap előtt mondtam? Ez itt egy hatályos bírósági döntés, és ezen az áll, hogy nem vádolták meg semmivel. Ha nincs ellene vád, miért nem engedik el? Mert védelmi őrizetben van. A következőt? Frau Martha Kraus! Nem mozdulok innen! Nem mozdulunk innen! Következőt! A börtönök tele vannak. A feleségekre felfigyelhet a külföld. Vád nélkül el kell engednünk őket. Táborok. Hogyan? Mi van a táborokkal? Egyéb hír? Hindenburg halálán van. És még nem rendeztük Röhm dolgát. A hadseregnél sem veszíthetünk több időt, mein Führer. Már megtettem, uram, de majd semmit én beszélek nem vele! Régen barátok voltunk, Ernst. Először te láttad meg, mire vagyok képes. Őszinte vagy velem, ahogy senki más. Az embereidet magadnál is jobban szereted, ritka szép tulajdonság. De nem hajolsz meg. Miért? Van hatalmad. Nem hatalmat akarok, hanem igazságot. Megígérted az embereket. Nem érdekel! Engem egyáltalán nem érdekelnek az ígéretek, és ezt te jól tudod! Jól tudod. Ernst, az SA nem volt, és nem is lesz Németország hivatásos hadserege. Le kell lépned. Igazad van, Adolf. Régen barátok voltunk. És én őszinte ember vagyok. Én soha nem hagyom magukra az embereimet. Sajnálom, hogy ezt mondod, Ernst. Gyűjtsd össze a vezetődet, és találkozunk Bad Wiessee-ben, június 30-án. Bad Wiessee, Németország, 1934. június 30-a. Drága Sophie, nem tudom, mikor látlak megint, ha egyáltalán láthatlak. Nem akarlak megijeszteni, de kérek tőled még valamit. Maradj életben. Köszönöm. Biztos másokat is arra, hogy beszéljenek, még akkor is, ha van, akinek ez nem tetszik.
Mondd nekik, hogy a bátorság ajándék, amit át kell adniuk a gyerekeinek. Hol vagyunk? Egy Dachau nevű falu határában. Minek hoztak ide minket? Dachau koncentrációs tábor. Tudva, hogy ezek a tulajdonságok ma is léteznek a világban, könnyebb meghalnom. Ne gyászolj. Mindenemet a harcnak szenteltem, ezért az egyetlen választásom az, hogy most odaadjam a legértékesebbet, amim van. Megjelölöm ezt a pillanatot most és mindörökké, hogy az emberek emlékezzenek rá. Szerető férjed, Fritz. Egy neked, egy neki. Futás! Herr Hitler, beszélhetnénk egy percre? Természetesen. 20 éve házasodtunk össze Helénével. Már vagy egy éve azt tervezzük, hogy elutazunk. Ugye nem hagy cserben már meg? Nem, dehogy csak. Az engedélyét kérem. Miért nem szólít Führernek? Bocsánat, hogy mondta? Miért nem szólít illendő módon? Nem tudtam, de ha óhajtja, szívesen. Igen, óhajtom. Rendben van, Führerem. Nagyon helyes. Hozzon majd valamit. Lehetőleg saját magát és a feleségét. Igazi jó. Így igaz. Soha nem felejtem el. Beszélnünk kell. Megbocsátanak, kérem? Természetesen. Azt mondta, mehetünk. Helene. Elérnénk az éjszakai hamburgi vonatot, és hajnalban már hajón lennénk. Új életet kezdtünk, drágám. Ígérem, hogy megint a férjed leszek. És Egon édesapja. Ezt már hallottam. Tudom, hogy sokszor mondtam. Nem megyek sehová, Ernst. Németország a hazám. Nem hagyom itt, amikor szüksége van rám. Én sem hagyom végre itt. Végre találtam valakit, akinek hihetek. Führerem, döntenie kell. A parancsára várnak. Führerem, igen, hallottam! Pisztolyt neki. Thank you.
az állam ellenségei. Ernst Röhm... Tudom, hogy azt hiszik, elárultuk őt. De Röhm vezérkari főnök, merényletet tervezett ellenem. Nem tehettem mást. Menj, Führer! Az ő tiszteletére összevonom magukat a Reich hadseregével, és végre megint egy erős Németországért harcolnak! Hindenburg 1934. augusztus 2-a Berlin, Hindenburg állami temetése. Friedrich Hollander Amerikába távozott, ahol zeneszerzőként dolgozott. És ezt minden tiszt és honvéd köteles betartani. Ígérik a feltétlen hűséget? Igen, uram! Ernst Hamstengel Angliába szökött, ahol ellenséges külföldiként letartóztatták. Roosevelt elnöknek írt levele után Washingtonba vitték, és a szövetségesek háborús tanácsadója lett. A régi német állam és legkívánabb vezetői belépnek a Valhallába! Ugyanakkor egy új korszak kezdetét jelölik meg! Sophie Gerlich nem kapott hivatalos értesítést férje haláláról. A béke és a felvirágzás korszaka vár ránk! Elkezdődött az ezer éves állam! Helene Hamstengel kiábrándult Hitlerből és visszament Amerikába. Sieg Heil! 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 Az egyetlen, amire a gonosznak szüksége van, hogy győzelmet arasson, az, hogy a jók nem tesznek semmit ellene. Edmund Burke. 1935. novemberében Hitler beiktatta a Nürnbergi törvényt, amely alapján elkülönítette a zsidókat és megfosztotta őket állampolgárságuktól. 1938-ban a kristályéjszakán Hitler megtámadta a zsidókat, lerombolta zsinagógáikat, boltjaikat, több ezer embert börtönbe zárt. Az utána következő három évben Hitler csapatai elfoglalták Európa nagy részét. Csehszlovákiát, Lengyelországot, Dániát, Norvégiát, Belgiumot, Hollandiát és Franciaországot. Először 1941. december 8-án Lengyelországban használtak mérges gázt zsidók meggyilkolására. 1942-ben Berlin külvárosában, Wannseeben náci hivatalnokok kidolgozták a tervet Európa összes zsidó állampolgárának szisztematikus kivégzésére. A titkos, államilag engedélyezett gyilkosság a végső megoldás nevet kapta. Az atrocitások között szerepeltek kivégző osztagok, orvosi kísérletek és haláltáborok. 1944-ben, bár a szövetséges csapatok partra szálltak Franciaországban, Hitler katonai erőket irányított át, hogy a zsidók koncentrációs táborokba való deportálását felgyorsítsa. 1945. április 30-án a háború vége felé Adolf Hitler öngyilkosságot követett el berlini bunkerében. A II. Világháború majdnem 50 millió ember életét követelte. Ebből 20 millió katonát, 23 millió civilt, csaknem 6 millió zsidót, 1 millió cigányt, Jehova tanúit, homoszexuálist, politikai ellenzékit és mozgássérültet gyilkoltak meg. A 7 millió áldozatból másfél millió gyermek volt. Magyar hangok. Kerekes József, Kristóf Tibor, Hajdú István, Németh Kriszta, Fekete Ernő, Lux Ádám, Kis Eszter, Juhász György, Kálói Molnár Péter, Orosz István, Bab Dániel, Szatmári Attila, Zsigmond Tamara, Karácsonyi Zoltán.
Magyar szöveg Ottlik Gabriella. Hangmérnök Steiner András. Vágó Kocsis Éva. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Dóci Orsolya. A szinkron a Balogmik stúdióban készült.